tulajdonképpen magától értetődő dolog, hogy egy Fábri Zoltánról elnevezett teremben Fábri filmek vetítésére ilyen nagy számban kerül sor. Elmúlt évtizedek, mondjuk az 1945 utáni sok-sok évtized során a magyar filmművészet egyik legeslegfontosabb meghatározó alakja volt. Ő úgy akarta önmagát megvalósítani, filmeket rendezve, meg forgatókönyvet írva, stb., hogy az írót szerette volna önmagán keresztül átáramoltatni, tehát nem rendezői filmeket készített, hanem olyan filmeket, amelyben az irodalmi anyag meghatározóan fontos, nem szolgaian, de a lényeget tekintve azt kívánta mindig követni. A másik fontos tulajdonsága, ami abban az időben szintén általánosabb volt, hogy az volt a vélemény, hogy a színész meghatározóan fontos. Tehát a színészek munkája majd ebben a filmben is láthatják, hogy milyen pontosan kidolgozott, milyen fegyelmezett és milyen jellemző az adott figurát jellegzetesen és természetesen megszemélyesítő színészi munkával találkozhatnak. A harmadik dolog pedig egy mondattöredéket hadd idézek tőle pontosan. Azt mondta egyszer egy interjúban, hogy az ember alapvetően szabadságra született. És ez azt jelenti, hogyha közvetlenül nem is a film fő témája lenne ez esetleg egy adott film esetében, de ez azért ott munkál, az ő világképének ez a fontos gondolata ott munkál minden filmjében. A Magyarok című regénynek a szerzője, ugye Balázs József volt, ő sajnos sokkal kevésbé ismert, mint a filmrendező társa. Hát egy nemzedéki különbség van közöttük. Balázs József gyakorlatilag a fia lehetett volna Fábri Zoltánnak életrajzilag is. Ő 1944-ben született, és nagyon fiatalon 1997-ben halt meg nagyon hosszú, nagyon súlyos, küzdelmes másfél évtized után a budapesti bölcsészkarra járt, 69-ben diplomázott, és diákként az egyetem amatőr filmes klubjában dolgozott, tehát a film szakma érdekelte elsősorban, láthatóan is, mondjuk az irodalmi alkotókörben nem jelent meg az amatőr filmes klubban, meg folyamatosan dolgozott. Amikor ledoktorált, akkor Antonioni filmjeiről készítette a doktori disszertációját, és több év újságíróskodás után 1976-tól, attól kezdve, hogy az első regényei megjelentek, a filmgyárban dolgozott dramaturgként. Amikor ez a film készült, akkor fiatal pályakezdő dramaturg volt, de nyilván nem ezzel függ össze, hogy a forgatókönyvet maga a rendező Fábri Zoltán készítette, hanem gondolom azzal is, hogy nem akart túlságosan beleszólni a rendező munkájába. A filmekkel kapcsolatban, tehát az amatőr filmes működésével kapcsolatban talán még annyit érdemes elmondani, hogy ez az előiskola nagyon jól látszik a regényein nyelvileg is, meg a történetek struktúrájában, szerkezeti felépítésével, alakkezelésben, a tömörségben, a párbeszédességben, és így tovább, gondolom, ezt nem kell sorolni, érzik, hogy mire gondolok. Tehát tulajdonképpen Fábri Zoltánnak, amikor a forgatókönyvet írt, akkor nyilván némi tömörítésre volt szükség, nagyon hosszú előkészítő munkára, mint minden komoly film esetében, ugye helyszíneket keresni, színészeket keresni, és így tovább. És még egy dolog két dolog Fábri Zoltán leleménye, az egyik látszik a filmben, a másik nem, hogy Balázs József közel egy időben, 75-76-ban három regénnyel jelentkezett, a Magyarokkal, amelyik akkor az új termés, ez a Magvető kiadónak volt az első kötet sorozata, századik kötete volt, ez is jelezte valamennyire, hogy a kiadó is reprezentatív pályakezdésnek tekintette ezt. Aztán a következő évben a Fábián Bálint találkozása az Istennel című regénye, és a Koportos című regénye, mindegyik karcsú kisregény terjedelmű. Na most a Magyaroknak a Fábián Bálint találkozása az Istennel tulajdonképpen időben előzménye, az az első világháború után játszódik közvetlenül, 2-3 év története. A Magyarok a II. Világháború alatt játszódik,
és tulajdonképpen a két történet főhőse apa és fiú. És ezért Fábry Zoltán úgy gondolta, hogy a Fábián Bálint regénynek egyes nem lényegtelen elemeit, epizódait be fogja építeni, és be is építette a forgatókönyvbe és a filmbe is. Ezek többnyire ugye látomások, visszaemlékezések formájában mutatkoznak meg. Mondtam, hogy trilógia. Nem a Koportos a trilógia harmadik darabja, hanem egy sajnos sok évvel később posztumusz megjelent regény, amelynek az a címe, hogy a Torcellói Krisztus. Ezt a regényt 82-ben fejezte be Balázs József, és ez pedig a harmadik nemzedék, a fiú nemzedéke, tehát a magyarok központi alakja, fiának a nemzedéke, ott az édesapa már idősödő ember, és meg is hal a regény végére. Csak 82-ben félrerakta, hogy ez volt az alkotói szokás, hogy újból előveszi, és még dolgozik rajta, és akkor jött a betegség, filmgyári munkák, stb., és posztumusz csak 2004-ben jelenhetett meg az a regény, amikor a hagyatékból a felesége elő találta, hát nyilván tudott róla, de úgy gondolta, hogy most már ideje lenne közölni, és abban a megtiszteltetésben volt részem, hogy engem kérdezett meg, kért meg, hogy olvassam el, hogy lehet-e ezt publikálni, és hát szerencsére nem csak lehetett, hanem kellett is. Így valóban egy trilógia, generációk, három generáció szempontjából is, meg sok más szempontból is a trilógia mutatkozik meg, de erről most nem beszélnék részletesebben, mert természetesen erre nincsen idő. Még annyit filológiai szempontból mondanék, hogy a 70-es években volt a Magvető kiadónak egy Ötlettől a filmig című könyvsorozata, amelyben a magyarok is megjelent, ez 78-ban, ez közölte a regényt, Fábry Zoltán forgatókönyvét, és Balázs Józsefnek egy igen terjedelmes forgatási naplóját, tehát egy bő egy évig zajlott a forgatás Magyarországon, a Német Demokratikus Köztársaságban, és ennek a naplójegyzete is természetesen a filmből egy csomó, hát fekete-fehér felvétel is megszemlélhető ebben a sorozatban. Fontos, ez nyilván a trilógia vázatos bemutatásából is következik, hogy nagyon erős a családtörténeti háttere ennek a műnek. Nem családregényt ír, nem családregényt trilógia, de az életrajzi elemek nagyon számosak. A magyarokban a teljesen egyértelműen az alaptörténet ugyanis az, hát nem fogom elmesélni csak ezt az alaphelyzetet, hogy 1943-ban egy nyírségi faluból odavaló egyébként Balázs József a vásárosnaményi Vitkán született és töltötte a gyerek és ifjúkorát. 10 ember elmegy egy évre vendégmunkásnak Németország területére. Ugye akkor az életerős férfiakat vitték a frontra német földről, hát Magyarországról is vitték, de itt azért még volt némi tartalék, és a helyükbe kellettek mezőgazdasági munkások, és szívesen mentek, mert a magyar viszonyokhoz, ezek a szegénysori emberek, tehát akik nem volt saját földbirtokuk, mert a magyar viszonyokhoz képest igen tisztes munkabért kaptak, és arról ábrándozott jó néhányuk, majd hallják is, hogy majd házat tud venni, hát nem palotát persze, hanem valamilyen szegényes házat. Na most erre ugye azt mondhatjuk, hogy érdekes történet, igen ám, de amikor ezt Balázs József megírta, ez elfelejtődött. Tehát nagyon sok minden 1940 után elfelejtődött, nem volt célszerű, ugye most volt 70 év a Doni katasztrófának, például arról se volt célszerű beszélni, és még lehetne sorolni, hogy mi mindenről nem. Ezek közé tartozott ez is, mert kínosnak, ahogy a gulágokat kínosnak gondolták, ugye a rengeteg magyar halottal és hadifogója, ugyanúgy ezt is, ugye, mert hát tulajdonképpen mi ugye a fasisztáknak mentek segíteni azzal, hogy kenyeret meg burgonyát termeltek, stb. De hát nem a fasisztáknak akartak segíteni, hanem a családjuknak és saját maguknak akartak segíteni, és hát nyilván tudják történelemből, hogy a magyar gazdaság, ipar, mezőgazdaság is teljesen rá volt állítva már 43-ban is, hogy a németeket kiszolgálja. Tehát sajnos ilyen szempontból szinte mindegy, hogy hol kényszerültek rá ezek a szegény emberek erre. Balázs József szemléletéről is hadd mondjak el gyorsan három dolgot. Az egyik interjúkból idézem, ugye, mert itt ragadható meg fogalmilag legjobban. Az egyik interjúban arról beszélt, hogyha szegény Herder úr annak idején
eljött volna Magyarországra és körülnézett volna, vagy most eljönne, akkor látná, hogy a jóslata rossz, vissza kell vonni, mert a magyarság nem fog elpusztulni, a magyarság elpusztíthatatlan. Ez fontos a regény és a film címe szempontjából is. A másik, hogy ő olyan emberekről kíván elsősorban írni, és ezekre a regényekre ez érvényes, akik tulajdonképpen a történelem alatt élnek, tehát nem elszenvedik, elviselik a történelmet, nem tudnak kitörni, nincs rá se elméleti, se gyakorlati lehetőségük egy-egy véletlen kivételtől eltekintve. A harmadik pedig az már a regényírás jelen idejére a 70-es évekre is vonatkozott, de azt hiszem, hogy 2013-ra is vonatkozni fog, hiszen annyira az év elején vagyunk még csak, de nyilván, hogy sajnos a magyarságnak a történelmi nemzeti ismeretanyaga elemi szinten is nagyon hiányos. Tehát, hogy tudást kell adni, és ilyen értelemben akar történelmileg, szociológiailag is tudást adni a Magyarok című regényével, és nyilvánvalóan ezért is ragadta meg Fábri Zoltánt is olyan nagyon nagy mértékben. Körülbelül azt lehetne elmondani ebből a szempontból, erről a filmről, a regényről, hogy a trilógia egészét egymás után olvasva talán még határozottabban, hogy végül is azért Balázs József úgy látja, hogy a magyar sors az egy örökké, igen, szomorú, tragikus sors, nem olyan kiélezetten, tehát vannak derűs pillanatok, vannak pozitív kérdőjelek, ha szabad így fogalmaznom. Hogy egy példát mondjak, ez ugye Fábri Zoltánnak a változtatása, de fontos, hogy a Magyarok című regény végén a főszereplő életben marad a II. Világháború után, majd értelmezzék, hogy a filmben a szimbolikus megoldás ezzel szemben micsoda. És el kell mondani azt is, hogy Balázs József ugye nagyon-nagyon nagy mértékben belülről ismerte azt a világot, amelyet ábrázolt. A félmúlt, az ő életidejének a félmúltja kapcsolatán is, tehát még nem is, hát 43-ban ő még nem is élt, ugye 44. március 19-én született, tehát amikor már hazajöttek a szülei Németföldről. Ehhez példaként, hogy valami klasszikusat felidézek, gondoljak I.S. Gyulának a Puszták népe című művére, amelyről mindenki azt mondta az 1930-as évek derekán, ugye 36-ban jelent meg, hogy ezt csak azt tudta megírni, aki belülről ismerte ezt a világot. Hát Balázs József is olyan világot, vagy olyan kisvilágokat írt meg, amely nem néhány embert, hanem sok-sok embert érintett, vagy sok-sok ember tartozott oda, amelyet csak így belülről, nagymértékben azonosulóan, de ugyanakkor az értelmiségi, nem a kívülálló, hanem a kiemelkedett, kivált ember bölcs derűjével, iróniájával, de megértésével tudott szemlélni. Ő lényegében azonosult azzal a történelem felfogással, amit az előbb elmondtam, tehát ezt a szinte reménytelennek látszó sorsot, amit aztán azzal erősített meg, főképp a Torcsellói Krisztusban válik ez főmotívummá, hogy kérdésessé válik egyáltalán az emberi létezésnek az értelme is. Tehát nem csak a nemzeti sorsban látja a kérdőjeleket, hanem az emberi létezésben is, erre is tulajdonképpen egyértelműen példát mutat ez a film. Köszönöm a figyelmet!